Jelentős megújulás előtt állnak a bíróságok. A stratégiai célok között említette Handó Tünde, hogy közelebb akarják hozni az igazságszolgáltatást az ügyfelekhez, nagyobb szerepet kap a nyilvánosság. Több kísérleti programot is elindítanak, ilyen például a nyitott bíróság program, amelyben a fiatalokat szeretnék megismertetni a bíróság munkájával. Nem lehet a régi módon vezetni a bíróságokat akkor, amikor ma már a 21. században vagyunk, hanem ezeket az igényeket, amelyek az ügyfelek vagy a polgárok részéről is érkeznek, mind a külsőségekben, mind pedig tartalmában ki kell tudnunk elégíteni, illetőleg ki kell tudnunk szolgálni. A szombathelyi törvényszék elnöki székére 3-an pályáztak. Hós Tibor az eddigi megbízott elnök, Pozsonyi János a megyei bíróság korábbi elnök helyettese, valamint Szabó Sándor a szombathelyi járásbíróság elnöke. Az egyik pályázat az érvénytelen volt, egy pályázó nem nyerte el a többségi támogatását a bírói karnak, egy pályázat pedig bár nagyon kiváló volt, de nem láttam benne biztosítottnak azt, hogy a szombathelyi törvényszék képes megújulni a következő években. Andor Szabolcs 1997-ben szerzett diplomát a Pécsi Janus Pannonius Egyetem állam és jogtudományi karán, végig járta a bírósági ranglétrát, 2005-től a városi bíróság elnök helyettese, 2009-től címzetes megyei bíró. Handó Tünde szerint eddigi munkája garancia az elvárt megújulás végrehajtására. A legfontosabb feladatnak azt tartom, hogy közös értékeinket, amit eddig elértünk, azt megőrizzük. Ítélkezési körökben, igazságszolgáltatási körökben az közismert és megalapozott vélemény, hogy a szombathelyi törvényszéken folyó ítélkezési munka szakmailag kiváló. Mennyiségi, minőségi mutatókat is figyelembe véve. 2012-ben országosan a szombathelyi törvényszéken volt a legmagasabb az egy bíróra jutó ügyek száma.